technika és a kép is rendben van-e, minden kellő színvonalon szolgálja internet tájékoztatást. Ha igen, akkor szeretnék kérni mindenkitől egy visszajelzést, hogy rendben vagyunk-e. Aki nagyon a szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Hát, hogyha valaki azt hitte, hogy a Jobbik ölbetett kézzel fogja nézni az eseményeket, akkor az tévedett. Jelen pillanatban is zajlik a Jobbik országos elnökségének ülése. Ezen az elnökségi ülésen pedig az a fontos döntés született, hogy a Jobbik kezdeményezni fogja a vasárnapi országgyűlési választásokon leadott szavazatoknak az újraszámlálását. Ugye a Fidesz elvileg kétharmaddal nyert, mégis feltűnően nagy a csend, hát nincsen örömújongás, mint hogyha attól tartanának a fiúk, hogy még a végén lebuknak. És talán joggal tartanak kettő, hiszen ma járva az országot az az általános közvélekedés, hogy a Fidesz ezt a választást elcsalta. Ugye azt tudjuk, hogy a kormánypártnak óriási volt a tét, nekik nem csak arról kellett most dönteni, hogy országgyűlési képviselők lesznek-e vagy sem, nekik a tét az volt, hogy börtönbe kerülnek, vagy nem kerülnek börtönbe. Tudtuk azt is, hogy minden létező aljas eszközt fel fognak használni annak érdekében, hogy ezt a választást megnyerjék. Számítottunk rá, hogy szállítani fogják megint a szavazókat. Számítottunk rá, hogy fogják majd osztani az élelmiszercsomagokat. Számítottunk arra is, hogy megfenyegetik majd megint a közalkalmazottakat, a közfoglalkoztatottakat. Tudtuk azt is, hogy az ukrán-magyar határon azon a napon vasárnap könnyebben lehetett átjönniük a fiktív lakcímmel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgároknak, hogy ők is leszavazhassanak a Fideszre. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy mindezeken túl a Nemzeti Választási Irodától még extra segítséget is kaphatott a Fidesz a mostani győzelemhez. Ugye arról a Nemzeti Választási Irodáról van szó, amelynek az elnöke a függetlenség látszatát is sarokba dobva, az egykori fideszes helyettes államtitkár Pápi Ilona. Tehát ugye lényegében azt tapasztaltuk, hogy ez a választás nem volt zökkenőmentes, finoman szólva sem. Ugye a választási irodának a szervere többször is megbénult, mintha váratlanul érte volna a választási irodát, hogy 4 évente van Magyarországon országgyűlési választás. Hát lehet, hogy ez valóban meglepő az elkövetkezendő években, hogy meglepő lesz. Az is érdekes volt, hogy urnazárás után hosszú órákon keresztül semmilyen részeredmény nem hozott a Nemzeti Választási Iroda nyilvánosságra. Amikor pedig az első részeredmények megjöttek, akkor már ilyen 70-80%-os feldolgozottságnál jártunk. Mi történt az azt megelőző órákban? Mi történt a választás, a szavazás utolsó fél órájában, amikor a választási iroda adatbázisa szerint valahogy a 170-180 ezer szavazat csak úgy eltűnt? Tehát egészen unikumnak számít, hogy este 7 óráig kevesebben szavaztak le, mint este fél hétig. Ilyenre se láttunk még például. Hova tűnt ez a 170-180 ezer szavazat? És mely pártoknál rögzítették azokat a szavazatokat, amelyek a rendszerből nem tűntek el? Hát arra is találtunk most már példát, és ez tényleg megdöbbentő, hogy a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Jobbikra leadott szavazatokat sok esetben a Nemzeti Választási Iroda nem a Jobbik neve mellé könyvelte el, hanem egy kamupáphoz írta be. Hát a Jobbik kapott mondjuk listán 66 szavazatot, ezt rögzítették a szavazókörben a jegyzőkönyvben, a választási iroda pedig ezt a 66 szavazatot beírta egy kamupárhoz. Előfordult olyan választókör, ahol a Jobbik listán 0 szavazatot kapott, a rendkívül ismert NET párt, meg 122. Hát lassan csodálkozok, hogy a NET párt nem lett parlamenti erő a Jobbik szavazataiból élősködve. Hát számtalan olyan kérdés van, amire választ kell adni. Természetesen a Jobbik képviselői és képviselő jelöltjei folyamatosan végzik azt a munkát, hogy összevessék a szavazókori jegyzőkönyvek adatait a Nemzeti Választási Iroda adataival, hogy megkapjuk azokat a válaszokat, hogy hova tűntek a Jobbikos szavazatok, mely pártokat erősítették, és ahogy azt mondtam, törvényi határidőn belül a Jobbik a Nemzeti Választási Bizottságnál kezdeményezni fogja a szavazatok újra számlálását, mert egyelőre úgy tűnik, hogy a Fidesz finoman szóval nem bízta a véletlenre és a puszta mozgósításra ezt a kétharmados győzelmet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ha van kérdés, állok rendelkezésre. Lényegét tekintve az eredményt vitatják-e? Azért kérdezem, mert Vala Gábor az eredmények ismeretében mondott le. Természetesen, hogyha felmerül az, hogy választási csalás gyanúja tetten érhető, akkor meg kell kérdőjeleznünk a végeredményt is, hiszen amikor eltűnik fél óra alatt 170 ezer szavazat, akkor azt feltételezhetjük, hogy egyébként egyéni mandátumok sorsát is befolyásolhatja egy ilyen megmagyarázhatatlannak tűnő aki.
és azt is meg kell nézni, hogy valóban a Jobbik szavazataiból hányat írtak be más párthoz. Azért vannak olyan körzetek, például a Miskolci egyes vagy a Borsodi egyes választókörzet, ahol 700 szavazat a különbség a fideszes képviselők javára, a Jobbikos hátrányára. Hát jó lenne megnézni, mi nyilván meg fogjuk ezt tenni, és a Nemzeti Választási Bizottságnak is majd döntenie kell, hogy bizony történtek olyan visszaélések, amelyek mandátumokat dönthettek el. De akkor ennek ismeretében van a Gábor lemondása nem volt úgykorai, hiszen ezek szerint módosulhat az eredmény, mert pedig éppen az eredmény miatt mondott le. Van a Gábor nyilván érdekelt minden döntést, meghozta ezt a lépést, ezt tudomásul kell. És várható az egész elnökség lemondás? Ez jelenleg én úgy tudom, hogy nincs neki rendben. Most tudják, hogy televízió meg, hanem már van a Gábor utódja. Nem tudok róla, hogy meg lenne. Lesz majd egy tisztújító kongresszus, az ottani küldötteknek lesz az a feladat, hogy eldöntsék, hogy kidevesen jövő. Borocki László magáról azt írta, szerint magáról, hogy ő tökéletesen el tudná vezetni a pártot, illetve Novák előtt is megerősített ebben. Mit gondolnak erről? A kongresszus majd el fogja mondani a saját véleményét, és a szavazatával ki fogja jelölni azt az irányt, amelyet a Jobbik szám az elkövetkezendő. Igen, az irányal kapcsolatban mi lesz? Marad a népártosodás, vagy visszatérnek a radikális? Rossz a koordináta rendszer, tehát a Jobbiknak az alapító nyilatkozat eleve kijelöli a néppártosodás irányát, hiszen 2003-os alapító nyilatkozatunk is arról szól, hogy a Jobbik a nemzet egészét képviseli. Természetes, hogy vannak olyan problémák Magyarországon, amelyek esetenként radikálisabb megoldásokat igényelnek, ilyen mondjuk a korrupció felszámolása, ahol tényleg radikális megoldásokra van szükség, és vannak olyan problémák, például az Európai Unióhoz fűződő viszonyunk, ahol pedig egy mérsékelt, óvatos politikát kell folytatni. Lapkérek szerint, és Miska Lajos kérte meg van a Gábort arra, hogy mondjon le, igaz? Milyen lapkér ez? Több cikk, azt mondom, hogy bíróságon megbeszéljük. Mi lesz azzal a 660 millió forinttal, amivel tartoznak az államszámba viszik? Tekintettel arra, hogy a jogállamiság keretét a Fidesz erőteljesen elkezdte lebontani már a választások előtt, és attól tartunk, hogy ők a Putyin utat járva tovább fogják folytatni ezt a sorozatot, előfordulhat, hogy